Manapság számos különböző színű, mintájú és fantázia nevű drog van a piacon, amelynek összetételéről, hatásairól semmit sem lehet tudni, mondta nyíregyházi előadásán Zaher Gábor. A toxikológus kiemelte, csak tavaly 103 új szer jelent meg, amelyből villámgyorsan állítják elő az újabbnál újabb és veszélyes kábítószereket. Gyermekeinket így több lehetőség érheti manapság, azonban a tiltáspárti nevelés mit sem ér a drogokkal szemben, tette hozzá. Szerintem a történet arról szól, hogy van-e otthon kommunikáció, hogy működőképes-e a szülő-gyerek közötti kapcsolat, a beszélgetés, és itt nem a matek leszkék kikérdezéséről van szó, mert azt nem beszélgetésnek nevezném, hanem arról, hogy egyáltalán ez a gyerek hogyan látja ezt a világot, én hogyan látom ezt a világot, kettőnk közötti véleménykülönbséget hogyan tudjuk esetleg kiegyenlíteni, vagy talán közelebb vinni egymáshoz. A toxikológus érdekes és megdöbbentő adatokkal érkezett Nyíregyházára, mint mondta, világszerte jelenleg mintegy 200 millió droghasználó és 25 millió drogfüggő él. 45 millió droghasználat évente Magyarországon, 31 haláleset. Ez gáz? Hát gáz persze, mindegyik haláleset gáznak számít, na de számszakilag? Szóval szerintem nagyobb az esélye valakinek, hogy itt Nyíregyházán bringázik a főúton és elütik, mint annak, hogy kábítószer használatba belehal. A szakember hozzátette, ettől függetlenül soha senkinek nem javasolja a különböző szerek használatát. Szerinte a fiataloknak megfelelő példát kell mutatni otthon és az iskolában is, valamint a keresletcsökkentő drogpolitika is meghozhatja a várt és elvárt eredményeket. Én most végzős vagyok a bánkiba, és sokat járunk bulizni. A barátaim körébe tapasztaltam ezt, hogy kipróbálták, de én sose. És igazából az osztályomban se tapasztaltam ezt, hogy valaki kipróbálta volna. Sok káros hatása van, én úgy gondolom, és rendesen megrövidíti az életet. A programot a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a Nyíregyházi Önkormányzat támogatásával hívta életre. Az előadáson 10 iskola, közel 1000 diákja vett részt.